ötvenedő kis magzat évtizedek múlva a magyar szabadságharc vezére lesz. A Rákóczi iskola diákjai adtak műsort a fejedelem születésnapján. Az intézmény hagyományteremtő szándéka hívta életre a megemlékezést a nemrégiben felavatott szobornál. A diákok verses zenés összeállításában idézték fel azt a történelmi kort, amelyben Rákóczi élt és vezette a szabadságharcot hazánk függetlenségéért. Civil közösségek kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg Nagy Benedek szobrászművész alkotása, és született meg ez az új közösségi tér, ahol emlékezhetünk és emlékeztethetünk, hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester. Végre jöhetünk egy méltó helyre. Méltó helyre, ahol van egy szobor, ahol áll egy szobor, és ahol emlékezhetünk és emlékeztethetünk. Ráadásul ez a hely civil kezdeményezésként jött létre. Az a civil kurázsi, amire azt is tudtuk mondani, hogy kicsit kuruc mentalitás, és akkor meg is érkeztünk magához, a nagy fejedelemhez. Másodszor azért is örültem, mert bizonyította ez a szobor azt, amit sokan szoktuk mondani, hogy miért van szükség közösségi terekre. Az ünnepi gondolatokat követően a Székesfehérvár helyőrségi zenekar előadásában felcsendült a Rákóczi induló, majd az ünnepség koszorúzással zárult.